Azért jó tímszlemet írni, mert többen jobbat írni. Ezt én nem ez volt a koncepció. Mi beszéltünk, hogy nem koncepcióra megyünk, hanem pánságokra. De akkor miért te írtad őket? Azt mondod, hogy nem tudok jó pánságokat írni? Nem. Azt mondom, egyáltalán nem tudsz írni. Jó, akkor most álljunk egymásnak háttal, vagy menjek ki, és narájalak inkább. Menj ki háttal. És kezdődik, jól van. Egyáltalán mit keresel ezen a Teams Lemel Eszti? Hát gondoltam, legyen esélyed neked is bejutni a döntőbe. Hát ha rajtad múlik, idén is a livestreamet nézem. Ahhoz legalább van tehetséged. Ilyen jó, hogy a női kvóta miatt neked tehetség sem kell. Tényleg talán nem teszek egyedül egy háromfős Teams Lemel csapatot. Így játszom. Nem, mintha bármit is tudnál arról, hogy mi az a Teams Lemel. Na, innen lesz szép nyerni. Se kémia. Se szarrá gyakorlás. Hello Kitty és köztem, mi a különbség? Hát alapvetően az, hogy a dimenziós különbségek felül, melyeket a 3D-s és 2D-s kiterjedés implikációnál tudhatunk be, valószínűleg tartom, hogy a számot nevű nemi különbségekre célozhattál nem elégesen abból kiindul, hogy te már a második szakállas szemben férfi vagy, aki egy kontextusban helyez magát valamilyen formában Hello Kittyvel. Szóval a nemi szerepek reprodukciójából kiindulva, amelyeket alapvetően genitális különbségekben szoktunk megragadni, elsődlegesen a tipikusan férfi populációra jellemző kóros elváltozásból történő szorongás nagy valószínűséggel nem okoz inszomniás epizódokat, egy kitalált mesebeli női karakter mi van? Jó! Punchline-okat akarsz? Adok én neked punchline-t! Na jó, gyerünk, ne a szárgyáljon, hanem a szárgyáljon. Oké. Több állampolgárságon van, mint egy komoly kapcsolatom volt. Mióta a Disney levédette a mi kiegeresedést, nem kopaszodom. Csak vicceltem, kopaszodom. Súlyos milliókért. Azért szeretek a kanapén aludni, mert olyan, mintha feküdne mögöttem valaki. Szeretnék legóba lépni éjszaka, mezítláb. Azt jelenteni, van legó. Egyszerűltem életemben hullámvasútra, még nem sikerült beszállnom. Tudod, hogy Szókratész azért halt meg, mert a védőbeszédét időtúllépésért lepontoztál? Mert nem érte le! Pedig az fontos, hogy lemért, mint az első közös vacsora, hogy pontosan kimérni minden egyes GHB-t. Jó. Oké, azt hiszem, ez menni fog. Asszociációs játék? Aha, kezdjük valami tök randommal. Alohom óra. Óra halom. Egyiptom. Nílus. Kemény István. Nílus. Disznótor. Az édesanyám. Mi? Oké. Hogy jutottunk ide? Az életem minden napján ezt kérdezem magamtól. Ja, amúgy én is. Életed minden napja azt kérdezi tőled. Hozzám beszélsz? Nem, a tükör az klisé. De a tükröződések általában nem hazudnak, úgyhogy... Mi már? Csak a reflexióban hiszünk. Nem, a reflexió is klisé. Tudod, mi kisvénék? Ki mi klisénék? A költő szlemmel. Ja. Vagy maga a szlem poet. Az nagyon klisé. Ezt kimondani is klisé. Bizony, és tudod, mi klisénék? Befejezni. Egymás. Mondatai. Csak azért, hogy... Team szlemnek... Team... Szlemnek... Tűnjön. A reflexió pedig tényleg nagyon klisé. Szóval, mi nem valamilyenek vagyunk, hanem valahonnan... Valahová. És nem a színpadot kell belakni, hanem titeket. Oké. Szóval... Hello Kitty és köztem. Mi a különbség? A tej.